Vészszerű-e, hogy gyakorlatilag tényleg minden sokkal-sokkal drágább, többszörösébe kerül a végén, mint ahogy az elején eltervezték? Szerintem jó zenésszel is belátható okok. Egyfajta politikai, gazdasági környezet az, ami meghatározza, hogy hatékonyan költjük el a közpénzeket, avagy hatékonytalanul, és ez nem csak a korrupcióról szól, ez nagyon sok tényezős, majd néhány ilyen tényezőt megpróbálok felvillantani, hogy egy közbeszerzés, egy beruházás ez a közérdeket szolgálja, és hatékony áron valósul meg. Ez az a gazdasági politikai környezet, ami Magyarországon már nagyon régen nincsen. Uh-huh. És egyszerűen nem is ismerjük. Át vagyunk verve, meg vagyunk hűítve ezekkel a beruházásokkal, és ennek a következménye az, ahogy mondta is, hogy ez a HVG összesítés, hogy átlagosan ezek a nagy beruházások, ezek ötszörösére drágulnak a bejelentéstől kezdve, ami hát nevetséges. És hát vannak olyan beruházások, amik meg még ennek is a többszörösére. Tehát ennek a rekorder, ez a Margit híd volt, ami egy teljes nonsens, és hát látjuk, hogy ez nem a mostani kurzusnak volt a beruházása, egy teljes nonsens, a 3 milliárdra satszolt felújítás, az végül 32 milliárd forintba került, és aztán mindenféle eszközökkel lehetetlenítették el azt, hogy a civilek, az újságírók, azok megtudhassák, hogy pontosan miért és mire is költöttük el ezt a 32 milliárd forintot. És szerintem az is jól látszik egyébként, hogy azok a beruházások szállnak el teljesen, amik nincsenek az elején jól megtervezve, átgondolva, és olyan célokat tűznek ki, amik tulajdonképpen lehetetlen célok. Tehát mondok egy példát, a várba költözés, a várnak a történelmi rekonstrukciója, ezt nem tudom, építész ismerőseimmel is nem tudom, beszéltük, és hát, hogyha az ember belegondol, hogy mennyi pénzt lehet elkölteni arra, hogy a várat ezt a 100 évvel, vagy 150 évvel ezelőtti állapotára helyreállítsuk, hát kételem pénz. Tehát ez egy olyan cél, amire tulajdonképpen még mindig és mindig lehet újabb és újabb milliárdokat költeni. Ez most tulajdonképpen történik is, tehát a 200 milliárdra tervezett várberuházás az, és különböző egyébként abban, a Nemzeti Bank beruházásával együtt, ez tehát hogyha tényleg bekövetkeznek azok a beruházások, azok a fejlesztések, amiket beharangoztak, akkor ez még sokkal több lesz. Na, a Puskás Stadion esetében ott a Fürjes Balázsnak szerintem az a mondata volt az, ami mondjuk vérlázító volt, hogy ő azt mondta, hogy a nemzetközi piac fogja majd beárazni ezt a stadiont, ezt ugye kiderült, hogy magyar cégek építenek. Nemzetközi ajánlat ugye nem volt. Tehát gondoljunk bele a külföldi, és nyilván a külföldi cégek is sokszor ludasak, tehát itt a 4-es metrónak a beruházásánál itt nyilvánvalóvá vált, hogy ez, mit tudom én, itt volt, azért Magyarországon volt olyan, hogy külföldi cégek megkenték a döntéshozókat, tehát nyilván a külföldi cégek se az üzleti etikáról és ilyesmiről híresek, de hát azért lássuk be, hogyha valaki mondjuk külföldi cégként az utóbbi időben magyar közbeszerzéseken indult, akkor láthatta azt, hogy hát itt azért nem sok babért terem neki. Igen. Itt a haveri cégeket hozzák helyzetbe, tehát nyilvánvaló, hogy ezeken a tendereken nem fognak elindulni a nagy külföldi cégek, és itt semmiféle piaci beárazásra nem beszélhetünk, tehát a piacról akkor szokott beszélni a mostani kormányzat, amikor nincs más érve. Tehát igen. Mondjuk a Mészáros Lőrincnek a közbeszerzésekkel kapcsolatos kiszólására, vagy mondjuk a Népszabadság esetére, ilyenkor van szó piacra, máskor nincsen. És egy érvet szeretnék még bedobni ehhez a stadion kérdéshez, mert itt mindenki mindenféle stadionokat összehasonlított, ami hát nem tudom, én szeretem a focit, és ezeket ismerem is, tehát úgy nem tudom, nekem ez egy izgalmas vita volt, de szerintem sok alja nincsen. Én arra gondolok, hogy, és ezt főleg egyébként erre voltak olyan szereplők, tehát ilyenkor mindig ugye előbb újnak ilyen szakosított szereplők, olyan sportközgazdászok mondjuk, akik hát ki tudja, hogy kinek az érdekében nyilatkoznak. Hát nyilván, hogy az ember sportközgazdász, akkor a sportszervezetek vagy sportszervezésben érdekelt feleknek dolgozik, tehát nyilván ő nem túl meglepő, hogy egyébként lelkesedik a stadion beruházásokat, de hogy olyan beruházásokat, mint mondjuk a bakui, az azerbajdzsáni, amiről tudjuk, hogy ez tulajdonképpen
a világ egyik legkorruptabb országa. Tehát egy ott épült stadionnal, vagy mondjuk a Bayern Münchennek, vagy a Chelsea-nek az új stadionjával összehasonlítani a Puskás stadiont, az ugyan technikai paraméterekben lehet értelmes, de a megtérülés, vagy az észszerűség, beruházás észszerűségét szempontjából nem értelmes. Tehát a Chelsea, a Bayern München, ezek olyan világszinten ismert brendek, magán szervezetek, akik hát euró milliókban mérhető profitot termelnek, teltházas meccseket produkálnak, hadd ne soroljam, szponzorációs szerződésekkel rendelkeznek. Ezek a beruházások nagy részt magánforrásból valósulnak meg. Na, az, hogy ők mennyit költenek a klubjuk stadionjára, az egy teljesen más kérdés, mint hogy a magyar kormány közpénzből mennyit költ a Puskás stadionra. Igen. És még egy felvetésem lenne, amit talán kevésszer hallottam vissza az utóbbi heteknek a vitáiban, és ez pedig ezeknek a beruházásoknak a fenntarthatóság, és igazából ez kapcsolódik is az előző gondolatomhoz, hogy mi milyen tartalmakkal, milyen rendezvényekkel fogjuk megtölteni mondjuk ezt a Puskás stadiont, és hogy ez vajon hosszú távon megtérül el, vagy legalábbis ad-e valami olyat a városnak, a városlakóknak, ami miatt ezt érdemes volt felépíteni. És hát ez egy kérdés, ugyanis ugye, ahogy nézzük a terveket, itt csökken folyamatosan a műszaki tartalom, ahogy közben meg ugye zágul a beruházás, ez egy ilyen érdekes dinamika. Igen. És én viszonylag sok időt töltöttem Varsóban, és ott egy ilyen elég hasonló stadionberuházás, elég hasonló költségeket épült, és nekem az volt a tapasztalatom, hogy ők remek programokkal töltik meg élettel ezt a stadiont, és ugye Budapesten tudjuk, hogy egy labdarúgó célú stadion épül. Varsóban ott teltház volt például a röplabda világbajnokság döntőjén, de terveztek például síugrást a stadionban rendezni, tehát ott rengeteg olyan funkció, télen korcsolyáznak. Aha. Tehát rengeteg olyan funkció van, és nem vagyok benne biztos, hogy erre a Puskás stadion ebben a formában egyébként alkalmas lehet. Aha, nekem igazából ilyen kritikáim vannak. Aha. Egyáltalán, tehát engem az foglalkoztat sokszor, hogy mi értelme van annak, hogy bejelentenek egy számot, hogy ez most meg fog épülni, és ennyibe fog kerülni, majd folyamatosan bejelentik azt is, hogy mennyivel drágul, tehát gyakorlatilag ugye mindig tudjuk, hogy nem annyiba fog kerülni, vagy nem annyiba került, hanem a többszörösébe. Tehát miért van ennek értelme vajon? Tehát miért nem mondják azt, hogy kaptunk egy árajánlatot, azt megkétszerezzük, és azt mondjuk, hogy körülbelül ennyiből jön ki. Tehát ezt nem igazán értem, hogy mindig kiderül, hogy végül is mennyibe került. Igen, hát nem a versenyszférában vagyunk, tehát a versenyszférában ezt mondjuk a projekt vezetőjét ezt egy 5% feletti túllépésnél már felelősségre vonják. Hát a politika is, és a választók és a politikusnak a viszonya az sajnos nem működik. Uh-huh. És vagy hát gondoljunk, tehát gondoljunk bele abba is ezekről a feltételekről, ezekről egyébként objektív és józanészebben látható feltételekről beszélek, amiért egyszerűen a választó is, még hogyha meg is kísérli átgondolni, hogy vajon minden rendben lehet-e. Persze nyilván látjuk az elmúlt évek nagy beruházásainál, hát, hogy legritkább esetben volt minden rendben, és ez csak nagyon ritkán derül ki, mint a 4-es metről eset, ez világosan mutatja, hogy amikor valami nincs rendben és túlárazott, akkor ott azért van valami mögötte is, de ezen nem lepődünk meg, és itt vannak ezek a feltételek, mint ez, hogy amikre hivatkozni tud a politikus, hogy ezek nem olyan dolgok, mint hogyha mondjuk egy önkormányzat beszerez egy számítógépet, vagy egy padot, amire az ember azért nagyjából tudja, hogy mennyibe kerül, és hogyha mondjuk 6-szor ennyibe kerül, akkor ez ott bukó is, és ráadásul el lehet menni, és reklamálni, és számon kérni a döntéshozat. Itt ugye a legfelsőbb szinten születnek ezek a döntések. Magyarországon most már a parlament, igazából legtöbb esetben a parlamentnek sincsen. Nem a parlamentnél van a kasszakúr. Igen, igen, igen. Hanem ezt a kormány eldönti, nekik ez egy népszerű projekt.
Nem tudom, hogy ez mennyire szimpatikus a választóknak. Én azt gondolom, hogy egyébként nem az. És ezt az olimpiai kampány is világosan bemutatta, hogy fenyegetni azokat, akik egyébként megkérdőjelezik, hogy például a Puskás Stadion esetében van-e értelme minden budapestiért 100 000 forintot költeni a beruházásra. Tehát én mind megkérdeztem, én budapesti, nekem ez nem jön meg 100 000 forintot, miért épül meg? Tehát az, hogy fenyegetni, és nem tudom, hazárulónak nevezni az embereket, de hogy kis bizonyos praktikák. És ugye itt vannak azok a dolgok, amik minden magyar beruházásban megdrágítanak, az, hogy ez a time pressure, hogy így tudjuk, hogy mondjuk a vizes VB-t is 2 év alatt kellett felépíteni, a Puskás Stadiont is 2020-as EB-re már fel kell építeni, és akkor rögtön már rosszabb alkupozícióban van közérdek tulajdonképpen a megrendelőkkel szemben, és akkor még egy dolgot hadd mondjak el, hogy egyszerűen így kéne ránézni ezekre a beruházásokra, hogy ezekben a helyzetekben a politikusok költik a közpénzünket, ők az üzleti magánérdekekkel szemben kellene, hogy a mi érdekénket képviseljék, és a közérdeket jutassák érvényre. Ezek a politikusok ezek rendszeresen elbuknak a közérdek érvényesítésében, és ráadásul még gyakran elfeljebb. Én így gondolom, van. Hogyha értékeljük a munkáikat, akkor ezt figyelmen menni. Köszönöm szépen, hogy újra rendelkezésünkre állt Merényi M. Miklósnak.